Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Önök a Somogy Televízió Miért? Című műsorát látják. Mocsai Tamás, a Nemzeti Kézilabda Akadémia ügyvezetője vendégünk. Szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy elfogadtad ismét a meghívásunkat. Beszélünk majd a női VB-ről természetesen, de sokkal fontosabb, kardinálisabb kérdésekről először. Mégpedig részben kötődik azért a pályafutásodhoz is. Nagyon sokan tudják rólad, hogy te több mint 100-szor, ha jól emlékszem, 119-szer szerepeltél a magyar válogatottban, és pályafutásod végén a Veszprémből vonultál vissza, de előtte játszottál két ország jeles csapataiban, Németországban és Svájcban. Tamás, amikor ez nem, hogy eléri a 30-at, akkor elkezd gondolkodni, hogy még lehet vissza 4-5 jó éven az élsportban, és utána mi lesz velem, mit fogok csinálni? Eszedbe jutott egyáltalán ilyen, hogy te majd egy utánpótlás bázisnak leszel a főnöke? Hát ugye a Veszprémben, amikor hazajöttem 35 évesen, akkor már az a cél jöttem haza, hogy már elkezdtem keresni, hogy mi lesz a jövőben, és akkor indult a Nemzeti Kézilabda Akadémia Balatonbogláron. És ez nyilván egy olyan feladat, ami az embert motiválja, hiszen rengeteg olyan tapasztalatot gyűjtöttem, amit szívesen átad az ember a jövő generációjának. És hát volt egyrészt sportmenedzsmentet tanultam, ami szintén ez az irány, másrészt azért olyan csapatokban szerepeltem, amik tényleg nevesek, magas szinten, és hát nem hiába azért én mindig nagyon szívesen játszottam a magyar válogatottban is, magyarként, az mind megtiszteltetés volt, ezért örömmel váltam egy ilyen feladatot. Volt rálátásod egyébként a külföldi együtteseknél az utánpótlás képzésre? Vagy a tanulmányaid során került erre sor? Tanulmányom során is, meg én azért párhuzamosan mindig építettem magamat, hogy ne csak sportról szóljon, hanem azért kicsit belelássak ebbe az egész képzésbe. Meg én önmagam is nagyon sokat foglalkoztam avval, hogy mi kell az, hogy valaki jó sportról legyen, vagy sikeres ember legyen. Ugye az utánpótlás képzés ez nem arról szól, hogy napi kétszer edzünk, és akkor vége, hanem nagyon egy bentakásos rendszer működik. És hát a magyar fiataloknak olyan lehetőséget kíván biztosítani, hogy nem csak sportolnak, hanem tanulnak is, és hát olyan egyéniségekként növik ki magukat, akik utána a sportban, az életben is megállják a helyüket. Hajdanán, amikor még csak ötletszinten, álomszinten volt mondjuk ez a Boglári Akadémia, édesapáddal is készítettem interjút, közben a boglári polgármestere is mondták ezeket a fantasztikus terveket. Szinte elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen gyorsan megvalósul, és ennyire sikeres lesz. Hány éve működik pontosan? Hat éve működünk. Ugye ezt az első években úgy működtünk, hogy infrastruktúra nélkül, csak egy bizonyos szakmai stábbal, Bogláron a helyi kollégiummal laktunk, sportcsarnok nem volt, mondhatnám nehezített körülmények közt, de már akkor látszott, hogy egy jó struktúrálva koncepcióval tényleg szép eredményeket lehet elérni, és hát ugye ott az első kiválasztás után, most ért ebbe, hogy most a felnőtt VB-n két játékosunk is egy keretben volt, Vámos Petra és Pász Szonó, mi 19-20 évesen, ami mutatja, hogy már akkor egy nagyon jó irány indult el. Későbbiekben meg egy olyan infrastruktúra párosult, ami tényleg Európában egyedülálló, és itt tudunk egy olyan minőséget biztosítani, biztos vagy benne, hogy a magyar utánpótlás és a később a felnőtt válogatottat is segíteni fogja. A helyszín kiválasztásában mi játszott közre? Szerinted a csodálatos táj, a boglári fogadókészség? Alapvetően a lehetőségek, tehát adódott egy olyan létesítmény, ez a régi mávdülő volt, ami a Balatonparton gyönyörű körülmények közt. Szintén egy sportcsarnok mellett egy lehetőség, hogy építkezni tudjunk. Mindez egy átlátható közegben, úgyhogy Balatonbogláron, itt a Fonyódon megoldható a fiatalok iskoláztatása is, a helyi szakgimnáziumban, a helyi általános iskolában, a Fonyóban, a Mátyás Király gimnáziumban, és itt tudunk egy életpályamodellt biztosítani a fiatalok, illetve szüleik számára is. Rendkívül népszerű sportág, ugye? Rengetegen nézik a mérkőzéseket, fantasztikus derbik vannak férfi-női vonalon egyaránt. Hát a férfi, ugye ez a két nagy csapat, az egyik a tiéd volt, Hajdan, mondhatjuk, a Veszprém és a Szeged között óriási derbik zajlanak, de ők sikeresek Európa nagy derbijein is. Igen, megjegyzem, ezekben a nagy csapatokban azért kevés magyar fiatal szerepel. Ez mindig most érzi. Még, ám. Igen, meg régebben is, amikor mi a válogatottal sikeresek voltunk, tehát egy olimpia 4. hely, vagy egy VB 5. hely,
Az többek között azért is volt, mert annak idén édesapám is a csapattal, még Hajdú Jánossal is volt ugye edző még, Skalszki Lászlóval. Általában ezek két-három csapatban jöttek a játékosok. Tehát Veszprémnek nem két válogatott játékosa volt, hanem mondjuk 7 darab. Szegedről 3 és Dunajvárosból 4, és így állt össze a magyar válogatott, és minden magyar játékos a BL-ben magas szintben játszott. Úgyhogy ezt nyilván újra vissza kell majd hozni. Ehhez kellnek az egyesületek, de kellnek azok a fiatalok is, akik képesek ilyen teljesítmény nyújtani. Igen, és hát ez a női ágra ugyanúgy vonatkozik, mert látjuk, hogy a Győrben is szinte csak külföldi játékosok vannak jelen, és ti azért dolgoztok, hogy ez megforduljon, ez a trend elsődlegesen. Alapvetően változott a sportágunk, nem csak a kézilabda, de egyéb sportágak is. Én úgy gondolom, hogy ki kell tekintenünk, meg kell nézni, hogy az egyéni sportágak, a labdarúgás, kosárlabda, miképp fejlődött az utóbbi években, és itt nekünk kézilabdával figyelnünk kell, mert most már olyan informatikai megoldások, olyan eszközparkok jöttek létre, olyan szakemberek, akik tényleg olyan egyéni fejlesztésekben tudják segíteni a fiatalokat, hogy azok tényleg olyan szenzációs sportikai váljanak. Ahol nekünk, mint magyarok, tennivalónk van, az a mentális képességünk. Egy bizonyos paradigmaváltást szeretnénk a NECA által is behozni, ahol olyan sportot nevelünk, aki önmaga edzője, saját magáért felel, tudja, hogy mit, mikor kell tennie, és hely tud állni téthelyzetben. Én úgy gondolom, hogy itt még van mit tennünk Magyarországon. Úgy gondolom, mondjuk, hogy vegyünk a labdarúgásból példát, ott rengeteg pénz van ugye a magas szinten. És emlékszem arra, hogy egyszer Milánóban járva Cristiano Ronaldo volt egy ilyen 10x6 méteres plakáton. És ha megnézte az ember a testét, egy farmer nadrágot reklámozott. Megnézte az ember a testét, akkor rájött, hogy ő abban is pénzt lát, mert egyetlen egy tetoválás nem volt rajta. Tehát a testét is eladja egy profi sportoló. Hát ahhoz a testnek így kell kinézni, ahogy. Tehát ő felismert, hogy ahhoz, hogy ő jó teljesítmény nyújtson a pályán, először is olyan fizikai állapotban kell kerülni, amivel ő ezt képes realizálni. Utána ez egy vele járója, hogy egy jóképű úriemberről beszélünk, ilyen lehetőség, és ezt marketing célokra nyilván felhasználja, és kihasználja. De csak azért, mert ő sportban teljesítmény kimagasló. Tehát ez lehetséges, csak ezzel a kinézettel, teste nyilván ezt nem tudna elérni. És itt van mit tennünk, tehát nekünk a kézilabda pályafutásunkért a pénz az fontos, de jó magam soha nem pénzét játszottam, hanem a sportágunk szeretetéért, az elhivatottságom megvolt. És megállapítható, hogy a sportolók java része nem Cristiano Ronaldo tehetséggel megáldó sportoló, hanem a java része az, aki kőkeményen minden nap dolgozni kell. És egyébként megjegyzem, Cristiano Ronaldo is kőkeményen dolgozik ahhoz, hogy itt teljesítsen. Tehát nekünk ilyen fiatalokat kell nevelni, ilyen sportolókat, akik tényleg tudják, hogy mit akarnak, és azért megyek tenni. Abszolút. Hogyne? Tehát ugye ebben szembesülök, hogy a magyar fiatalok azért nem nagyon gondolkodnak előre. Ezzel szembesültök ti az akadémián? Hogyne. Tehát mi is rengeteget foglalkozunk velük, hogy a fiatalok nem terveznek, nem gondolkoznak, bizonytalanok, befolyásoló tényező, hogy milyen családból érkeznek, nem egy szinten jönnek, bizonyos normák, viselkedési normák, motivációk nincsenek meg, és ezeket vagy fel kell ébreszteni, vagy úgy kerülne, hogy ez már valamennyire megvan, mert nem működik egy kiválasztás, de úgy gondolom, hogy itt kell nagyon sok mindent megtennünk, hogy megszeretetjük a sportágat, és elhivatottá tesszük a fiatalokat. Te körbe vagy véve ezekkel a fiatalokkal. Hogyan látod, vannak-e példaképeik, vannak-e modellek csak ebből a szakmából, tehát a kézilabdából? Mondjuk a Nagy Laci lehet-e példakép, vagy a lányoknál Kovacsics, Anikó, vagy Pálinger Kati. Tehát, hogy vannak-e magyar modellek már előttük? Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy vannak magyar modellek. Beszéltek ti erről velük? Nagyon? Annyit azért nem, de azt tudom, hogy ők is nézik a nemzetközi meccseket. Tehát, hogyha vannak nemzetközi olyan játékosok, saját pozíciókkal megnéznek, hogy mit tudnak, hogy tudnak. Én úgy gondolom, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy ők haladnak egy úton,
és nem szabad őket megrontani a pénzzel vagy a lehetőségekkel, hanem ez egy nevelési folyamat, hogy ők tudják, hogy ahhoz, hogy ők elérjék egy Nikola Karabat is, vagy Mikkel Hansen féle minőséget, ahhoz nagyon sokat kell dolgozni. És alázattal, tisztességgel, de a kellő önbizalommal kell fellépni ahhoz, hogy oda elérjenek. Ez a céltudatosság, az a vágy, hogy odaérjek, az a belső hajtóerő, az nagyon-nagyon fontos. És a szakemberek, akik veled együtt ezen munkálkodnak, ugyanilyen megszállottak, elkötelezettek, mint te vagy? Hát azt szerint válogatni őket. A szakembereink alapvetően nagyon jó képzett szakemberek, emellett pedagógusok. Ugye utánpótlás képzésről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy a fiatalokkal emberként bánjunk. Ez nem a profi sporttól, ahol csak azok a szabályok vannak, hanem itt képezni kell, fejleszteni őket, megmondani, elmagyarázni, megint elmagyarázni, néha, hogyha jó teljesítmény, visszahúzni a földre őket, hogyha nem úgy teljesítenek, mert nincsen iskolában, nem olyan az eredmény, vagy éppen szerelmesek, vagy egyéb probléma van, akkor őket fölsegíteni, a emocionális részt felépíteni. Tehát nagyon sok ilyen tényező is van. Emellett meg kell őket tanítani egy csapatban azokra a technikai tényezőkre, taktikai tényezőkre, amiben később a felnőtt korban helyet állnak. Hány évesek ők? Hát nálunk elkezdődik 14 éves kortól, 13 egyje, igen, egészen 18. Általános iskolások is vannak légy? Hát egy, aki egy kicsit akceleráltabb, de és vége 18-21, a lányok korábban, tudjuk, hogy ők már korábban beélnek, a fiúknál azért még 18 éves nagyon egy teszoszteron súb mondhatnánk, akkor ez a fizikai fejlesztésük akkor még nagyon-nagyon fontos. És hát 18 éves fiúként M1-ben még nehezebb elhelyezkedni, 20 évesen, 21 évesen még már lassan ott kell lenni. Körülbelül hány éves korukba juthatnak be szerinted az NB1-be, egy NB1-be szereplő csapatba? Ha nem is kezdőként, de úgy ott a keretben. Én úgy gondolom, hogy a lányoknál, akik ott vannak, azért 19-20 évesen, 19 évesen már ott kell lenni, aki olyan tehetséges, van, aki kicsit később érő. A fiúknál azért olyan 21 éves korban kiderül, ott kell lenni, hogy neki lesz-e helye az NB1-ben, vagy nem lesz-e helye. Egyébként ez is izgalmas, hogy én a fiatalokkal őszintén kell bánni, és el kell mondani, hogyha van esélye, vagy nincs esélye. Tehát én szerintem ez egy ilyen 17 éves korban kiderül, hogy van egy profi pályafutás, vagy nincsen előtte, és jobban kell a tanulmányokra figyelni, mert azért figyeljünk, hogy mindenki leérettségizzen, támogatjuk őket, korrepetáljuk minden más, mert azért erőteljesen van, amikor segíteni kell, nem mindenkinél, de néhányoknál, és utána azért a felsőoktatási intézmények fontos, hogy tovább tanuljanak. Hogyan zajlik egy növendéknek, vagy egy diáknak, vagy egy sportolónak egy napja nálatok? Egy általánosan napja, azért egy korai kelés van, egy hatórai keléssel, igen. 7 órától általában az első edzéssel, edzés után meg előtte lehet reggelizni, és utána későbbi iskola kezdéssel 9:30-kor elmennek az iskolába, iskola végződik 2 óra után, ebéd, kicsit késői ebéd, és az első edzések kezdődnek 15:30-tól vagy 17 órától. Délután, illetve este lehetőség van pótolni, korrepetálni és egyéb szabadidős programon részt venni. Két középiskolába járnak a gyerekek, Fonyódra, illetve a Boglári iskolába. Kapcsolatotok az iskolákkal? Mi mindennapos. Mindennapos. Hát ugye, egy akadémia rendszert üzemeltetni az egy kihívás, mert mindannyi ismerjük a fiatalokat, mi is voltunk azok, és hát mindig keresik azért a kibúvót, a lehetőségeket, netán nem pontosan bejelni az iskolában, netán nem úgy teljesíteni, és itt nekünk van egy rendszerünk, ahol az iskolaigazgatókkal, a tanárokkal folyamatosan kapcsolatban vagyunk, megvan nálunk is a kijelölt személy, és így tájékozódunk, hogy hogyan állnak a fiatalok, miben kell segíteni, hol igényelnek tényleg további mentorálást, mert felelősséggel tartozunk a szüleiknek is, hogyha elengedték ide, akkor mi ebben támogassuk, segítsük őket.
Milyen a merítési lehetőség? Honnan jönnek a gyerekek? Milyen híre van egyáltalán a sportkedvelő fiatalok között, gyerekek között, mert hogy tulajdonképpen a 12-14 éves korban eldöntik, hogy én szeretnék-e Boglárra járni a Nemzeti Kézilabda Akadémiához? Én azért úgy gondolom, hogy merítési lehetőség van egész Magyarországról, határon túlról is. Egy apró példa, az egyik kiválasztunk, a lány kiválasztunk 15 helyre, ami nagyjából akkor lesz, jelentkeznek 180-an. Tehát azért sokszoros a túljelentkezés. Mi azért elit képzéssel foglalkozunk, tehát mi kiválasztjuk azokat a fiatalokat, akiket szeretnénk, hogy itt legyenek. Ez a lányoknál. A fiúknál kicsit nehezebb. Ott talán nehezebben mozdulnak, későbben élnek, még nagyobb a konkurencia, de úgy gondolom, hogy ott is azért sikerül olyan tehetséget idehozni, akik azért a magyar kézlabdázásban bizony, a jövőben is majd meghatározók lesznek. Óriási eredmények voltak tavaly előtt a junior lányoknál, hogy a korosztályos versenyekben Európa-bajnokok, világbajnokok voltak, és ami különösen örvendetes, hogy az edzőjük, a szövetségi kapitányuk, ugye itt volt Siófokon edző, egy rendkívül szimpatikus tréner, Golovin Vlagyimir. Ti milyen kapcsolatban vagytok? Gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a önkormányzatokkal, vagy napi? De napi kapcsolatban nem, legalábbis én személy szerint nem. Edzőink nyilván értekeznek, beszélnek, hogy ki kerüljön be a keretbe, ki van olyan formában. Számunkra külön öröm és megtiszteltetés, hogy ezeknek a csapatoknak a junior válogatottban azt hiszem, hogy 7 játékost adtunk, az IFI EB győzelemnél 10 játékost a 18-ból, nálunk készült például, ugye Kiszilárdra vezetett csapat, tehát adtunk infrastruktúrát, rengeteg játékos, szakembereket, úgyhogy ennek ez is egy küldetése, feladat, hogy a magyar utánpótlásban így erőteljesen megjelenjen, és hát támogassa az eredményeket. De van saját csapatotok is. Hogyne? Tehát milyen szinten? Hát mi az utánpótlás legmagasabb korosztályban játszunk, illetve a felnőtt NB1-ben is. Az utóbbi 6 évben nyertünk 16 magyar bajnoki címet, ami azért nagyon komoly. A diákjaink 40%-a utánpótlás válogatottban szerepelnek, és már a felnőtt korosztályokban is a Kiszilárd által vezetett NB1-B-ben, az a másodszám szereplő csapatunk, tavaly 3. lett a bajnokságban, most például az első helyen van ezek a fiatalokkal, ami a felnőttek között, ez nagyon nagy eredmény. A MÁV üdülő átalakítása tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy talán egy 4 csillagos szállodának megfelel, ugye? Mert ez egy szép környezet, igen. Gyönyörű, gyönyörű esztétikus környezetben van, de ebből pénzt is lehet csinálni. Én úgy gondolom, hogy legalábbis amikor tervezték ezt, meg a polgármesterrel beszélgettem, Mészáros Miklós, akkor azt mondta, hogy nagyon reméli, hogy edzőtáborok helyszíne is lesz majd Balatonboglár, és az jelentős bevételt hozhat. Természetesen. Alapvetően mi utánpótlás képzéssel foglalkozunk. Amennyiben szabad kapacitásunk van, azokat a sportra, olyan csapatok edzőtáborozásra ezt ki is használjuk, sőt fontos is tényező is, hogy megismerteljük az akadémiát, eljöjjenek, bele szimatoljanak az itteni pozitív légkörben, az egészségügyi tudományos hátterünk felmérésekkel segítsük őket, serkentsük őket a jobb munkára. Úgyhogy ez tény is van, hogy ez célunk, ezt a minőséget továbbadni, kapunkat megnyitni, és így segíteni a magyar sportot. Ha jól tudom, akkor a dolgozók, az alkalmazottak száma meghaladja a 100-at. És még további fejlesztések várhatók. Hát igen, tehát a NEKÁ-nak egy ilyen feladata is van, hogy a dél-balti környéken ugye 120, közel 120 embernek adunk munkát. Ez a létesítmény üzemeltetéstől a kollégium fenntartásig és a sportszakmára is vonatkozik. Tehát rengetegen dolgoznak itt, hogy a gyerekeket kiszolgálják, illetve az ott vendéglátott csapatokat. Így például a mi munkákon keresztül például a Nemzetközi Kézilabda Szövetség, illetve az Európai Kézilabda Szövetség egyik ilyen tudományos konferenciáján vettünk részt Kölnben 2-3 héttel ezelőtt, ahol ennek a méréseket prezentáltunk, és hát tényleg tátom maradt a szájuk, hogy itt milyen lehetőségek vannak, mert mi meg tudjuk oldani azt, hogy itt vannak a fiatalok, itt van az az infrastruktúra, itt van az az eszközpark, itt van az a támogató személyzet, és ez
a környezet lehetővé tesz egy olyan fejlesztés és fejlődés, ami másod nem nagyon realizálható. Orvosi stáb? Jelen van, hogyne. Az orvosi stábnak nagyon fontos funkciója van, hiszen legyen az beteg a fiatal, vagy sérülés után, a rehabilitációban, az orvosi stábnak kell kimondani, hogy mikortól újra játszhat a fiatal, és azért itt fokozottan figyelni kell, hogy azért ne túl korán sérüljenek meg, égessük el ezeket a gyerekeket. Fonyódon épül egy sportcsarnok, bizonyára tudsz róla, és ott is arra akarják kihegyezni elsődlegesen, a kézilabdát akarják favorizálni, ha jól tudom. Együttműködés, beszéltetek már erről? Mert ha ismereteim nem csalnak, akkor jövő ősszel fogják átadni. Hát igen, mi egy lurkó programot egyébként Fonyódon is működött az ottani iskolában, és a 6-10 éves korosztályban elindítottunk annak idején, Bogláron is megy Lellén is, ahol a fiatalokat a sporton keresztül a mozgásra invitáljuk, és ez azért így például közel 400 gyereket vonunk be, és vonzunk be a kézilabdázásra, a sportolásra, és a tömegbázist így gyarapítjuk a lehetőségen keresztül. Én személy szerint nagyon örülök, itt vehetnék akár nyugati példát is, hogy ott minden kisfaluban van egy sportcsarnok, minden kisfaluban van egy helyszín, ahol a gyerekek csapasportágat üsszesznek, hiszen az a legolcsóbb sportág, a gyerekeknek van programja, van célja, csapatban szerepelnek és örömetlenek abban, amit csinálnak, relatív olcsó áron, mert a csapasportnak ez az előnye is van, úgyhogy ez biztos, hogy nagyon fontos fejlesztés Fonyód számára is. Egészen röviden minden magyar sajtótermék foglalkozott a női világbajnoksággal, gondolom te is csalódott voltál a végeredményt illetően, de azért tényleg röviden, csak címszavakban, hogyan értékeled ezt a szereplést? Hát a végeredmény az nem optimális, ez tény és való. Azt azért látjuk, hogy bizonyos kötelező mérkőzéseket megnyertük, voltak olyan mérkőzések, amit azért egy-egy góllal kikaptunk, fontos mérkőzés. Ez nyilván csalódás nekem is, hiszen azért az utóbbi 15 évben a magyar kézilabda mindig ott volt az első 10-ben, legalábbis nagyon sokszor, úgyhogy kívánom, hogy a lányok oda visszajössenek. Most a fiúknak majd lesz lehetőség januárban, remélem, hogy ők jobban tudnak teljesíteni. Tamás, nagyon sokat dolgozol, és tudom, hogy nemzetközi fórumokra is jársz, és gyakran jönnek hozzátok is megnézni ezt a mesés bázist. Emellett, ezt nem tudom, mennyire tudják a kedves nézők, de azért egy fontos közéleti funkciót is betöltesz, mégpedig polgármester vagy. Hát, és már második ciklusban. Igen, felső mocsoládon, anyai ágon, ugye a családom oda valósult, telepedett le az 1800-as évek elején, ott volt a családi birtok, és hát az embernek felelőssége, hogy azért vissza is adjon, és próbálja segíteni ezt a települést. Itt szerencsére néhány dolgot sikerült javítani, sikerült egy-egy munkahelyet létrehozni, a kultúrházat, régi iskolaépületet felújítani, útszakaszokat megcsinálni, játszóteret létrehozni. Úgyhogy ezek olyan apró lépések, amivel én is hozzátok járulni, hogy ez a kis falucska ne csak apadjon, hanem bizonyos mértékben gyarapodjon is. Nő a lakosság létszáma. Egyébként jó, közlekedésileg abszolút jó helyen. Hát a 67-es úton most sokat várunk, tény és való. Tehát remélem, hogy Balaton közelsége, a Kaposvár elérhetősége mindenképpen segíti majd Felsőmocsoládot. Egyébként nem, apacsajnos, ugye a létszám, viszont de azt akarom mondani, hogy viszont, hogyha szebbé válik a település, akkor lakhatóbbá, és hát így remélem, hogy megtartjuk a helyi lakosokat, és a fiatalok nem mennek el, hanem ott maradnak. Tamás, ehhez is sok sikert kívánok, mint ahogy a Nemzeti Kézilabda Akadémia eredményeit is nagy figyelemmel kísérjük majd, és örülünk minden jó hírnek. Hölgyeim és uraim, önök a Somogy Televízió Miért című műsorát látták. Mocsai Tamás, a Nemzeti Kézilabda Akadémia ügyvezetője volt a vendégünk. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Tamás, neked is. Én is köszönöm.